86 éves korában elhunyt az első magyar irodalmi Nobel-díjas. Kertész Imrére Koltai Lajossal, a Sorstalanság című film rendezőjével emlékezünk. A magyar filmtörténet egyik legnagyobb szabású vállalkozása a 2005-ös Sorstalanság, amelynek rendezője a világhírű magyar operatőr Koltai Lajos, ezért a filmért ült át először a rendezői székbe. Ezúttal az operatőr a szintén világhírű Pados Gyula volt. A film forgatókönyvét a Nobel-díjas könyv szerzője Kertész Imre maga írta. Magyar filmben soha korábban nem volt ennyi, közel 150 beszélő szereplő. Soha korábban nem építettek ekkora díszletet, elkészült ekkor a film a legnagyobb költségvetésű magyar film volt, mely koprodukcióban Németországgal és Nagy-Britanniával együtt készült. Koltai Lajossal délután beszélgettem. Koltai Lajos, köszönöm szépen, hogy itt van, hogy eljött. Önök Kertész Imrével többek voltak egymás számára, mint kollégák, barátok voltak. Mi az, amit ön a maga számára leginkább ő belőle megőriz, és mi az, amit nekünk, többieknek meg kéne belőle őriznünk? Hát ő mindenképpen azt az emberséget, ahogy engem barátjának fogadott, ugye, mert mi nem ismertük egymást előtte egyáltalán, és teljesen véletlen úgy hozta a sors, hogy engem elkezdett érdekelni a Sorstalanság, mert találkoztam egy olyan irodalommal, amiről én még nem hallottam, hogy létezik ilyen Magyarországon, magyar irodalomban. Az a fajta, amit tényleg csak ő képviselt, egészen elképesztő fogalmazvány. És beleszerettem szó szerint, és amikor ezt tudattam, a Radnóti Zsuzsa volt a nagy segítőnk, a Vixin házas Radnóti Zsuzsa, Örkény István özvegyéről van szó. Ők közös baráti körhöz tartoztak, és ő tudott nekem segíteni, és azt mondta, hogy az Imrét megérdekli az én személyem. Ezt nem tudtam, hogy ugyanakkor, amikor próbáltam közeledni felé, ő is próbált közeledni felé, és így találkoztunk. És egyszer csak egy vacsorán egymás mellett ültünk, ahol egymás mellett ültünk, nem csak egymás mellett ültünk, hanem egész este beszélgettünk és faggattuk egy kicsit egymást, de nagyon finoman. Ez hányban és... volt? Tessék? Hányban volt? Ez 2001. Még a díj előtt. Ez persze, hogy a díj még előtt a díj volt. Előtt. Nem volt még Nobel-díj. És akkor egy nagy küzdelem folyt azért, hogy ebből film lehessen. Hogy ki fogja finanszírozni, és hát nem volt nagy hajlandóság, hogy ebből. És akkor elkezdtünk beszélgetni, odaadott nekem egy könyvet, amit még a Spiró Gyurival írtak együtt, hogy én nézem meg, hogy ez egyáltalán film-e. Ezt mondta nekem, hogy ez film, nézd már meg, hogy ez egyáltalán alkalmas-e filmre ez az írás. Neki jutott eszébe. Igen, hogy ez le van írva, ez egy forgatókönyv, de hogy ez lehet-e film valóban. És akkor elmondtam, hogy mit gondolok erről, ez volt az alapja annak, hogy mi elkezdtünk barátkozni, mert azt mondta nekem, és ez nagy meglepetés volt, hogy na végre valaki tudja, hogy mit írtam. Mit mondott, mit gondolt erről? Hát amit elmondtam, hogy mit gondolok az egész az anyagról, hogy van megírva, és akkor ő arra figyelmeztetett, hogy nagyon vigyázz, mert ez egy egyenes vonalú történet, lineáris történet, amit mindig vallott is, ez egy lineáris. Nem lehet másképp beszélni egy leépülés történetről, nem lehet bemutatni azt, hogyha valaki megsemmisül, vagy afelé tart, és a végre eléri ezt a pontot, hanem az egy egyenes vonalú történet, és nincsenek igazán mellékutcái. Emiatt ugye kevésbé attraktív egy filmcsináló számára, és azt mondta, hogy fogsz ebből filmet csinálni, mert ő nagyon örül, hogy engem érdekel, borzasztóan örül. Csak hogy lesz ebből, hogyha nincsenek ezek az eszközök a kezem. És akkor mondtam neki, hogy gondolom én ezt a fiúval kapcsolatban, hogy a fiúból belebújni, és a fiúból kilátni, és a fiúból az ami az Imre egész életének a harca volt, egy nagyon szenvedélyes harc volt végig, hogy hogyan tudja a világot megérteni, hogyan megértetni az embereket, de először megérteni, megfogalmazni, és megértetni másokkal is. Ez egyébként az üzenete annak az Imre munkásságának. És itt is tegnap hallottam egy portréfilmben, ezt nem láttam eddig ezt a mondatot, amikor elmondta, hogy gondolkodott, hogy milyen hősnek a kezébe adja ezt a történetet, és akkor úgy gondolta, hogy a gyerek talán a legjobb, hogy a gyerekre talán nagyobb a figyelem. Általában jó eszköz gyerekkel filmet csinálni, ezt tudjuk a gyakorlatból, hogy nagyobb a figyelem, és jobban figyelnek arra, hogy egy ilyen, a gyereknek a fejlődésében, hogy tudja agyonnyomni a világ, meg a körülmények. És azt mondja, hogy akkor választható a gyerek. De végig az volt a figyelem, a legnagyobb dolog az volt, hogy hogyan fogunk mi eligazodni úgy, hogy ebből a gyerekből látunk ki, és annyit látunk a világból, amit ő megpróbál megérteni, a kertészi módon, hogy megpróbálja megérteni, földolgozni a világot, magát megvédve ezzel, tehát kitalálni azt a technikát, hogy lehet valahogy túlélni ezt a helyzetet.
magát védte a forgatás alatt is. Ön valahol egyszer elmesélte, hogy egyetlen egyszer ment ki csak a forgatásra. Egyszer volt a legelején, és egyszer volt egy nagyon, nagyon nehéz pillanat, mert amikor elkészült a Cejci tábor, ahol ő végül is azt az időt töltötte, ami gyakorlatilag a leépülésének a történet, ez egy sátortábor volt, és ennek nincs emléke. Egy kő van a földön, vagy kettő, és mondják, hogy itt volt. És ott egy ember őrzi az emlékét. Ott az utca végén lakik egy ember abban a házban, az az ember, aki mindent tud a Cejci táborról. Az Imre nagyon jó barátsága volt egyébként ebben az ember, de nincs más emlék. Tehát arra kellett hagyatkoznom, amit az Imre leírt egy regényben is, meg a forgatókönyvben is, halál pontosan írta le egyébként, hogy hogy nézett ki a tábor, és azt követve tudtuk felépíteni, hogy egyáltalán, hogy nézett ez ki. És az megszületett. És akkor megszületett, akkor gondoltam, hogy ezt meg kell mutatni az Imrének. És kijött az Imre, megnézte, elment az ötös blokkhoz, ez az ötös blokk, ahol ő volt. Ez az ötös sátor. És megállt az ajtón, benézett, és látta, már készen voltak azok a bizonyos kólyák, így hívták, amin aludtak. Minden ott volt. És akkor megállt, és rám nézett, és azt mondta, hogy én ide most nem tudok bemenni. Ezt ne haragudj, de nem tudok belépni. Hogy ez itt, az itt minden megvan, minden úgy van, ahogy kell, de én ide nem tudok most belépni. Ez borzasztó pillanat volt, de nagyon örülök, hogy találkozott azzal, mert különben pedig öröme volt abban, hogy megvalósítottuk azt. Úgy néz ki, hogy ki kell nézni. Vágáson részt vett, és úgy valósították meg, hogy most önt idézem egy másodpercezetről, ahogy ennek ki kell néznie. Bármit csinált volna, akár ő, akár ön másképp. Tegnap olyan szeretettel beszélt egy interjújában ön arról, hogy alig lehetett kirángatni bármelyik bemutatóról. Mindenhonnan, a vetítőkből egyáltalán lehetett, és amikor akkor Berlinben élt, és én Berlinben volt egy berlini résztvétel a filmet, tehát német pénz is volt benne, és ott csináltam az utómunkát. És nagyon közel, ahol ő lakott, ahhoz, hát hogy nem messzire, igen, ott csináltam az utómunkát, és készültem arra a pillanatra, arra a napra, amikor oda mehetek hozzá, és azt mondtam, hogy na gyere, mutatok valamit, nem látott semmit. Tehát egyáltalán nem jött vágószálba, sehol, semmi nem vett részt. Ő pontosan fölmérte, és nagyon kevesen vannak irodalmárok, akik föl tudják mérni, hogy az irodalom és a forgatókönyv között, a film között mi a különbség. És hogy nem szabad átlépni egyik területet se, hogy ezt nem, és mindig azt mondta, hogy soha nem fogom rajtad számon kérni a regényt, mert ez egy másik műfaj, én pontosan tudom, hogy ezt nem szabad. És viszont látni, azt hát alig vágyott rá, mint egy gyerek, hogy láthasson valamit végre, és akkor egyszer csak eljött a pillanat, hogy azt mondtam, gyere, mert tudok valamit mutatni. Na most, amikor vége volt, mert láttam, hogy hát úgy hajolt elő, nincs az a gyerek arc, aki rácsodálkozik valamire, hogy nézd, itt nyitott szájjal szinte lét, és akkor, amikor vége volt, akkor azt mondta, hogy ennyi, hogy mit lehet még megnézni, mit lehet, mutass még valamit, mert egyszerűen nem akart hazamenni, Csodálatos volt, és hát mindig így készültünk ezzel a gyerekes, nyitott tisztasággal arra, hogy most végre csinálunk valamit, és együtt csináljuk, de hagyta az én dolgomat, azt hagyta csinálni, viszont alig várt, hogy találkozzon vele. Ön most azt mondta az előbb, hogy Kertész Imre azt mondta, hogy soha nem fogja önön a regényt számon kérni. Ugyanakkor rajta később többen számon kérték a professzionális forgatókönyv író hiányát. Nem lett volna szabad. Ez teljesen az született meg, és tegnap lement a film este. És eszembe jutott az, amit most mondott. Eszembe jutott ez a mondat, hogy ez elhangzott ellene. Igen. És tegnap megjelent a film, nagyon sajátos módon a Duna televízióban. Gyászkeretbe vetítették, nagyon érdekes volt, mert miután a széles vásznót a film beszkennelték, tehát mentek úgy az arcok, mint régen az amerikai filmeken, hogy arra az arcra képpen beszél, hogy élvezhető legyen a film. És olyan ereje volt a filmnek tegnap este is, hogy nagyon, nagyon korán reggel ma kezdtem már, és szintén szerepelni, hogy az Imre-ről beszélhessek televíziókban. És nem tudtam végignézni, de amíg néztem, olyan erővel jött vissza, az, hogy mi jó úton jártunk, az biztos, hogy jó úton jártunk, és jót tettünk. És ez a film olyan, amilyen is olyannak kell lenni, és semmit nem lehet az Imrén számot kérni. És azt kell higgyem most ebben a pillanatban, hogy a filmen sem. Beszélt vele a Saul fiáról? Nem, hogy mit szólt ő hozzá? Pedig szerettem volna. Nem sikerült, ez azért volt, mert ő akkor már nagyon rossz állapotban volt, én meg nem tudtam fölmenni. Egyszer a Magda mondta, a felesége, aki elképesztő ember, elképesztő, hogy mit tett az Imréért, hogy az Imre maradjon, amíg lehet, maradjon, az érték legyen ott. Pedig a végén már, szóval nagyon akkor már inkább azért kell segíteni, hogy el tudjon menni valaki. De ez nagyon nehéz meghozni ezt a döntést. És a Magda mondta, hogy egyszer magának beszélni kéne az Imrével, a Saul fiáról. Akart velem beszélni erről, és ez nem jött létre. De hát ez,
Hát ez most meg tudja, sok minden marad a levegőbe, ez is például, hogy nem beszéltünk róla. De ma olvastam egy mondatot pont a Nemes Jelestől, leírt mondatot, amit tegnap nyilatkozott róla, és ezt először hallottam, és nagyon örültem, hogy a Saul fia képei nem jöhettek volna létre a sorstalanság nélkül. Ő nem a filmre gondolt, hanem a regényre. De ez nem baj, hogy a regény alapvetően inspirálta őket abban, hogy a Saul meg tudjon születni. És ezt én is így gondolom, mert ez eddig ki lett hagyva, majdnem minden értekezésből ki lett hagyva, amikor a Saul örömében osztoztunk, akkor el lett felejtve, hogy ott volt a sorstalanság és a Kertész Imre, mint alap gondolkodás, amit ők nagyon magukévá tettek, mint kiderült. És most látom, hogy hivatkoznak is rá, úgyhogy engem tegnap ez nagy örömért, vagy ma reggel, igen. Koltai Lajos, egy szomorú hír kapcsán találkozunk, de egy örömteli hírt szeretnék megosztani a nézőkkel. Ön holnap lesz 70 éves. Hát, ha ez örömteli. Én szeretnék boldog születésnapot kívánni. Köszönöm, de tudja is. Olyan, hogy már majdnem szégyellem magam születésről beszélni, amikor csak halálra találkozunk. Most így sorozatban búcsúzok nagyon jó barátoktól. Már majdnem szégyeltem magam, amikor azt mondtam, hogy Jézus, már nekem holnap születésnapom van, hogy jön ez a kettő össze. De hát erre mondják, hogy az élet ezt csinálja, pontosan ezt csinálja velünk. Egyik nincs a másik nélkül. Nem tudom, hogy csinál. Köszönöm szépen, hogy eljött, és mindezt elmesélte. Én is köszönöm.